Sziasztok, megyünk tovább. Most megint próbálkoztam az elején minden beállítást úgy eszközölni, hogy jó legyen. Tehát, hogy halljátok, amit hallani kell, és közben én is halljam, hogy így zajlódik a rögzítés. Remélem, hogy ez így működni is fog. És közben jön a gyümölcsös programocska megint csak. Nagyon jó. Akkor ebben fogunk elkezdeni játszadozni egy kicsit. Felmerül a kérdés, hogy hogyan vannak a VST-k? Gondolom, köszönöm, jól vannak, de azért kicsit nézzünk utána, mert erről még egész konkrétan nem esett szó. Úgyhogy lássuk. Hát elméletileg, hogyha vannak pluginok, azokat itt már el is érjük. Itt vannak a különböző fajta generátoraink. Ugye? Itt látom őket. Igen, itt látom őket. Elméletileg olyanokat látok, akik a programban alapból benne vannak. Semmilyen más extra. Hol tudom ezeket menedzselni? Options, manage plugins. Nagyon jó. Fú, királyság. Fú, nagyon jó. Itt látom a mappát, hogy éppen hol vannak. És hát itt el tudok indítani egy szkenelést, hogy akkor lássuk, hogy mi a nagy helyzet. Ugyanis, ezért ott találjuk a dolgokat. Ott gyűlik egy kisebb lista nekünk. És mintha ismerős neveket is tapasztalnék. Mert ugye miről volt szó a tractionünk esetén is, megvannak azok az alapértelmezett mappák, ahova a VST-ket célszerű berakni, és akkor, hogyha minden programnál az van beállítva, hogy ott keresse őket, akkor ott fogja megtalálni. Fú! Itt ugye több helyen is nézegette, és lát itt egy csomó mindent. Na, például itt van az a Dext nevezetű cucc, akit telepítettem, az Ample Guitar, Bass, Gitár, ezt szépen megmondtam. Az Amper is onnan van, ez a négy front piano, ez mind onnan van. És a státusza oké, tehát most őket aktiválni se kell, hanem ők vannak. Nagyon jó, akkor hogyha én nagyon-nagyon szeretném őket használni, ez mi? Ja, igen, itt látom. Jó, ha nagyon szeretném használni, akkor mit tudok vele csinálni? Type. Ezt át tudom állítani? Azt hittem én határozom meg. Jó, nagyon jó. Akkor lássuk csak. Jó, inkább keresek. Na. Hát ezt kerestem, ez eddig is itt volt? Az installált rész. Na, itt van mindenki, akiről szó volt. Például ez a Dext. Ez most azért maradt meg bennem, mert erre emlékszem, hogy volt. Őket ugyanúgy behúzigálhatom egy meglévő csatornához, vagy elvileg beúszhatom őket ide alá is, és akkor ő automatikusan létrehozza. Nagyon király. Ilyenkor meg kell mondanom, hogy hányadik helyre kerüljön. Fú, volt valami dobos történet is. DLS Music Device, nem tudom, hogy az mit tud. Várjunk csak egyáltalán, mi alapján sorolja be őket. Fú, gyerekek. New VST, na. Fú, itt talán egy kicsit jobban eligazodom. Nem rád gondoltam. Empty Power Drum Kit. Aha. Ja, jó. Mindig megijeszt engem ez a képernyő, mert mindig azt hiszem, hogy ideje lejárt. Hívesen. Na, lássuk, hogy ezeket ugyanúgy meg tudom-e itt is szólaltatni, mint a másik programban. Vigyázz a spoiler veszély, meg tudom. Egyébként semmi sem garantált, mert találkoztam már olyan szituációval, hogy valamiért az egyik programot kiakasztotta a plugin. Ha ilyennel találjuk szemben magunkat, akkor beszoptuk. Ennyit tudok csak hozzátenni. Na, nézzünk akkor a pattern 1.
Jó, akkor power drop. Jó. Megint nem fogom túlzásba vinni. Ja, nem. Na, egész konkrétan ezt szerettem volna. Vissza kell szoknom a shiftre, ugye a shift segítségével tudom őt ilyen módon másolni. Jó. Oké. Csak tényleg az ellenőrzés kedvéért, hogy lássuk. Ugyanezt majd az effekteknél is ki kellene próbálni, hogy lássuk, ott is minden tökéletesen rendben van. Hát ez nagyon ügyes húzás volt. Ezt figyeld, haha. Ez jó egyébként, ez ingyenes minta létére, ez nekem nagyon bejön, ez ilyen szimpatikus. Na. Ki a következő delikvens? A Drum Pro, azzal nem foglalkozunk vele. Vagy csak milyen hangon voltam. Jó. Szóval az Apple gitár. Nem a minta elején vagyok. Jaj, nekem, na. Elnézést kívánok, ez nem volt szándékos. Magasabbra. Egyébként szerintem nem az, akit én eredetileg akartam, hanem akit eredetileg akartam. Nem. Ő lenne az, egészen biztos.
Na jó, itt többen vannak, akik nem tudok mit kezdeni. Mi ez a... Ő ki? Hát nem él. Volt valami nem teljesen tökéletes, de valamilyen gitárszerű akármi. Ő az. Na, az ötös. Ő az ötös. Itt oldalad vannak a pluginok. És akkor volt nekem valami az effektek között kell, hogy legyen. A VST-knél, és hát most vagy az Amper, vagy a BT. Itt vannak hárman, meglátjuk. Ugye itt oldalt már meg is jelent itt a jobb oldalon, csak elég volt ráhúznom. Egyébként most rákatintottam a zöldre, sőt, akkor azt mondom, hogy replace. Van egy olyan a FL Studio-ban, hogy hardcore. Halljátok, mennyire hardcore. Vissza bekapcsolom, hát hogyha úgy jobb lesz. Amúgy, hogyha valamilyen ritmusgitárosos dolgot szeretnék, mondjuk azt akkor a minta a második felébe fogom megtenni. Nem fogom nagyon-nagyon-nagyon. Csak azért, hogy a minta eleje ne vesszen el, úgyhogy most egy ilyet fogok csinálni. Levágom az elejét, és csak a másik felét. Tehát, hogy ebbe is vannak azért jó cuccok, amikkel már lehet kezdeni valamit. Hát úgy nem rosszak, nem rosszak. Jó. Jó, tudjátok mit? Szerintem így nagyjából ezeket most így egyelőre kiveséztük, hogy hogyan kerülnek be a VST-k. Most még egy másik dologról akarok beszélni, a sample-ről. Mi az a sample? Az tulajdonképpen egy hangminta. Ezzel már találkoztunk korábban is, többféle formában is. Akkor először nézzük az alapot, hogyan kerül bele egy egyszerű audiósáv. Mert mit tudom én, felénekeltünk valamit, vagy akármi. Én most a netről letöltöttem egy-két ezt-azt. Megnézzünk pár lehetőséget, hogy hogyan lehet a netről letölteni ezt, meg azt. De mondjuk én itt csajok, ahogy énekelnek, azt szedtem le. Fuh! Húj, Varrock! Gyere, baby, gyere! Do what you wanna do! Érzed? Ez nagyon rockos volt. Don't go changing! Nem biztos, hogy most ez hangban passzolni fog mellé. Egyébként ennyi a dolgunk, hogy behúzom. Don't go changing! Don't go changing! Don't go... Na, ilyenkor, amikor behúzol valamit, akkor itt az én kis mintagépezetem, ahol a hangszereket is látom, az átvált egy ilyen nézetbe, hogy most csak őt látod egyedül. Tulajdonképpen itt fent váltani tudsz, hogy all, illetve audio. Ilyenkor az ilyen beimportált audio mintákat látod. Úgy kerül be, mint egy hangszer a lényegében.
Őt is azért be kell tolnunk valahová. A hatos a szabad, akkor a hatoshoz kerül be. Don't go changing. Don't go Aztán effektezheted, adhatsz neki egy kis kórust, adhatsz neki egy kis visszhangot, és akkor már. Don't go changing. Don't go changing. Tehát, hogyha mondjuk esetleg felénekelnél valamit, feldumálnál valamit, vagy akármi, és bele akarod tenni, akkor az viszonylag egyszerűen megvalósítható. Hát akkor most tulajdonképpen maga az audio minta az egy külön hangszerként van jelen itt a helyszínen. És most azon tűnődöm, hogy ilyenkor külön minta jön létre neki, mert elvileg nem, de aztán a fene se tudja. Nem, ő itt csak van egyfajta különálló dologként. Van ez a lehetőség. Van egy másik lehetőség, tényleg az ő esetében. Igen, az ő esetében is létre tudnánk hozni mintát. Don't go changing. Na, most ezt csak azért mutattam, mert ezt így ebben a formában még soha nem próbáltam. Egyébként van egy olyan hangszerünk, idézőjelesen hangszer, hogy sample. Hát neki az a funkciója, hogy egyetlen egy hangot tud lejátszani. Mármint egyetlen egy mintát, amit beledobtunk. Akkor most legyen valami más. Do what you wanna do! Oh, yes, yes. Na. És akkor ő ezt tudja megszólaltatni. Mondjuk én most létrehozok egy 4-es mintát. Ezt a sávot most elkusoltatom. És ő erre képes. Do what you wanna do. Akkor én azt mondom, ott megszólal. Do what you wanna do, do what you wanna do. Do what you wanna do, do what you wanna do. Ez most miért így ismétlődött? Do what you wanna do, do what you wanna do. Do what you wanna do, do what you wanna do. Ennek lehet, hogy az volt az oka, hogy ez a minta még szólt a végén, és akkor a program még hagyta tovább. Most ha itt fönt húzok egy csávot, és ezt a részt kijelölöm, akkor elvileg csak ezt szabad neki ismételnie. Do what you wanna do, do what you wanna do. Do what you wanna do, do what you wanna do. És egyébként ebben még az a jó, hogy hát jó vagy rossz, tehát tudsz vele szórakozni. Do what you wanna do, do what you wanna do. Do what you wanna do, do what you wanna do. Do what you wanna do, do what you wanna do. Zseniális, egyszerűen fantasztikus. Tehát tulajdonképpen a hangot növeli, csökkenti, mármint a frekvenciáját, de ugye nem olyan veszteséges módon, tehát tulajdonképpen közben, hogyha alacsonyabb frekvencián szólal meg, akkor közben tágul is, hosszra tekintve, ha pedig magasabban, akkor meg úgymond felgyorsul. Ez hasznos tud lenni olyankor, amikor van egy icipici mintát, például egy hangszerről, mondjuk mit tudom én, egy zongorabillentyű, egy szintinek a megszólalása, vagy bármi ilyesmi, és hát szeretnél úgymond egy kicsit klippírozni rajta, akkor így szépen be tudod pötyögni. Azzal csak az a para, tudod mit? Megmutatom, ha már egyszer itt vagyunk. Ugyanis itt oldalt van neked egy olyanod, hogy PEX. Ebben érdemes belenézni, mert itt minden is van alapból benne a programon belül, és nyilván ezt még bővítheted is. És hangszerek... Most ugye jó lenne találnom valamit. Igen, ez végig gondolhattam volna előre, hogy mit szeretnék, de majd meglátjuk. Az igen. Valami kicsit másra gondolok. Jó, legyen.
Csak őt szólaltatom meg. Hát ugye ez az egyik probléma, hogy ahol véget ér, ott véget ér. De ezzel még azt mondhatjuk, hogy oké, ez még annyira nem gáz. Ez még annyira nem is gáz. Na, itt azért már érzed, hogy ez, hogyha ez egy valós hangszer lenne, és most nem arra gondolok, hogy ott ülsz egy igazi zongora mellett, hanem egy rendes generátor, egy vagy modulátor pluginnal csinálod, ami úgymond generálja a hangokat, hát akkor ott valószínűleg ez is sokkal inkább jól hangozna. Egyébként annyira nem is gáz. De hidd el, hogy az. Ez néha akkor jöhet jól, amikor tényleg valamilyen speciálisabb hangzást akarsz elérni, és bemagyarázod magadnak, hogy hú, ez ettől, pont ettől lesz speciálisabb. Na a lényeg, hogyha az eredeti hangnak úgy nagyjából a környezetében maradsz, akkor annyira nem lesz feltűnő, de minél távolabb kerülsz tőle, ez fél. Jó, ez egyébként a zongora nem volt jó választás, mert itt még ez egészen tűrhető, de hogyha keresnék más mintákat, akkor abból biztosan probléma lenne. Tehát a samplernek megvan az az előnye, hogy egyetlen egy valós hangod van, amit akkor szólaltatsz meg, amikor akarsz, és akkor még az úgymond torzulni is tud fölfele, lefele irányba, tehát lényegében dallamokat tudsz vele képezni. Tehát ebből a szempontból nem rossz. Loopokra is alkalmas lehet. Majd beszélünk a loopokról, azok nálam legalábbis azok ritkábban kerülnek elő. Jó, tehát azt már láttuk, hogy be tudok húzni hangokat, sima, ilyen kis audio mintaként, illetve tudok használni egy samplert, ami hasznos lehet abban az esetben, hogyha ugyanazt a mintát többször akarom megszólaltatni a zeném során, sőt, létre akarok hozni egy olyan kis, ilyen kis MIDI mintát, amiben meg is adom, hogy hogyan szólaljon meg, esetleg különböző hangmagasságokat is próbálok megcélozni, és akkor mondjuk egyfajta dallamot tudok eljátszatni vele, hogyha éppen arról van szó. De a szempleröknek még van másfajta módja is. Ugye van egy ilyen hangszer, ezzel már találkoztunk, ez a kis, hol vagy? FPC. Ugye, ez tök jó. Hát itt eleve csináltam azt, hogy hogyan... Üres. Mindent kihúzok belőle, és akkor nincs benne semmi az égett egy világon. Na, az ő funkciója is az, hogy mintákat tudok megszólaltatni vele, csak van egy minta készletem, tehát akár többel is tudok játszadozni, hogy mikor melyik szólaljon meg, sőt, ebbe ugye olyat is tudok, hogy még össze is tudom vegyíteni őket, hogy egyszerre több hang szólaljon meg. Tehát most ez egy nagyon fura kis példa, de tegyük fel, hogy mondjuk adott egy zeneszám, adottak a különböző ének minták, a refrén, meg a mindenféle verze, meg ilyenek, és azokat nem akarom külön-külön behúzigálni, hanem akkor egy ilyen sample fog nekem segíteni ebbe. Kicsit fura elképzelés, de akkor most próbáljuk meg. Létrehozok ennek örömére egy ilyet. Na. Nem, hanem az úgynevezett empty hangszeremet használom. Gotta slow down, gotta slow down, everywhere I go. Gotta slow down, gotta slow down, gotta slow down, everywhere I go. Gotta slow down, everywhere I go. Gotta slow down, everywhere I go.
itt azzal nem tudom babrálni, hogy akkor melyik milyen hangmagasságban szólaljon meg, hanem itt akkor konkrétan arról van szó, hogy melyik minta szólaljon meg adott időben. Hát ezt a legtöbb esetben ugye arra szoktuk használni, hogy ritmus hangszerként funkcionáljon, tehát van nekem egy kis dob készletem, annak a különböző hangjait beleteszem ebbe, és abból mixelem össze. Használhatnánk olyan célra is, hogy mondjuk van egy hangszer, aminél több különböző hangot megszólaltatok, mindegyiket felveszem, rögzítem, és akkor lenne abból mondjuk egy mintakészletem, és attól függően, hogy éppen mikor melyik hangot szeretném megszólaltatni, az annak megfelelő minta szólalna meg. Erre viszont ez azért nem alkalmas, mert hát ha jól látjuk, 4x4, 10 hang férne el benne. Jó, ezzel együtt mondjuk 32. Hát ez a mennyiség nekem vagy elegendő, vagy nem. Amennyiben nem, akkor sajnos ez nekem erre nem ad lehetőséget. Márpedig sok esetben az valószínűleg nem elegendő. Na, lesz még szó olyan plugin-ról, ami megoldást jelenthet az ilyen jellegű problémáinkra is. De most akkor kicsit még maradjunk a hangmintáknál. Mondjuk ott is fogunk, de attól függetlenül maradjunk. Ugyanis az internet rengeteg lehetőséget rejt a számunkra, hogy különböző hangmintákat begyűjtsünk. Mint amiket én is, egyébként fogalmam sincs arról, hogy melyik milyen. Csak párat leszettem. Hát nyilván az ember beírja free music samples, vagy sample packs. És akkor elkezdünk utakodni. Na, ezzel még nem találkoztam. Jó, valószínűleg nem most lesz itt az ideje annak, hogy akkor elkezdjem itt még végig böngészgetni őket, mert akkor a büdös életben nem érnék a végére. Hát ez szép lassan tűnt el. Próbáltam egy-kettőt ide előtérbe hozni, amivel már találkoztam, és sikerült róla összegyűjtenem. Ugyanis egy csomó ilyenfajta kis online adatbázis van, ahol mintákat tudsz gyűjteni, csak mindenhol mondjuk ára van, vagy van valamilyen havi költség, vagy akármi, vagy kreditek, hogy mennyit tölthetsz le éppen, stb. És egy csomó helyen ott vannak olyan lehetőségek, hogy adott mintákat, adott mintacsomagokat, mert rendszerint nem az történik, hogy egyetlen egy hangot leszedsz, hanem kapsz egy komplett pakkot. Ilyenekkel is szoktak dobálózni, hogy most különleges alkalom, itt van, mit tudom én, 20 gigabájtnyi anyag, és akkor leszedheted és használt nyugodtan zenéléshez. Ha emlékeznék rá, hogy hogy indult a mondat, akkor le is tudnám zárni, na de mindegy. A lényeg, hogy keressük az ingyenes lehetőségeket, és egy csomó helyen van úgy, hogy viszonylag szervezetten megtalálod, egy csomó oldalon pedig olyan blokkszerűen működik a dolog, hogy van most egy nagyon jó kis mintacsomag, van egy kép, dumálnak róla, és találsz egy linket, és hogyha szerencséd van, akkor ingyé hozzá is tudsz jutni. Ez nem kell, ez miért van itt, ez nem kell. Például az egyik az, amivel én így találkoztam, ez a sampleswap.org. Itt is vannak szavak pénzekről, de ettől függetlenül hozzá tudsz jutni mintákhoz ingyen is. Én próbáltam, és sikerült. Mi volt ez a másik? Ez a highlifesamples.com. Innen is gyűjtöttem be mintákat, meg még találkoztam egy ilyennel is, hogy musicradar.com. Itt most konkrétan ilyenfajta blogszerű cikkek formájában találkoztam ilyen dolgokkal. Ahol sikerült mintákat leszednem, például most innen kaptam le ilyen csajos, éneklős mintákat, hogy legyen mit belehúzni. És akkor ez nem is tudom, hogy ez mekkora helyet foglal. Ja, több mint 1000 fajta minta van benne. Általában egyébként vannak... Általában lehetőséget adnak arra is, hogy belehallgass, vagy meg tudsz hallgatni mintákat egyenként, vagy néha már a mintákból összeraknak komplett loopokat is. Ja igen, egyébként fontos, hogy egy csomószor nem mindegy, hogy most mintát keresel, vagy loopot. Mert olyat is le tudsz tölteni, hogy már egy előre elkészített, mit tudom én, dobmenetet tudsz leszedni,
ami mondjuk egy jó pár másodpercből áll, és az úgy tulajdonképpen készen van, berakhatod a zenétbe, és akkor berakhatod így egymás után, hogy akkor ismétlődjön, nyilván akkor figyelni kell a tempóra, hogy szinkronban legyen minden más azzal. Bár a szempontról, amit láttunk, még az is előny lehet, hogy ha alacsonyabbra viszed, lelassul, ha magasabbra viszed, felgyorsul. Ritmus hangszer esetén is érezni lehet, hogy a frekvencia megváltozik, csak nem annyira súlyosan, de ott is érdemes a környezetében maradni, mert nagyon csúnyán el fog torzulni. De lupokkal én kevésbé foglalkozom, de lehet értelme. Na, és akkor ezek hogyan működnek? Ezek például ilyen érdekesen működnek. Hát itt konkrétan ennél az történt itt a High Life Samples esetén, hogy kiválasztom bármelyiket, amelyiket szeretném. Na, még talán valami kis demo is van. Na, itt valami trendszes történetről van szó, hogy ebből mit kapsz, azt nem tudod. Na, őt meg tudod vásárolni. Ez minket most nem érdekel. Van olyan is, amelyik free. Bizony. Azt már nem emlékszem, hogy hogyan mutatja, hogy melyik a free, de van köztük olyan is. Mondjuk a free sounds, az lehet, hogy segíthet. Így van. Na, helyes. Mondjuk Trance Kicks. És akkor free download. Rámész. És itt nagyon durva a következő, ami történik, tehát megadsz nevet, e-mail címet, akármit. Egy csomó helyen az történik, hogy e-mailt kapsz. Tehát jön egy e-mail, és akkor egyszerűen benne van egy link, amire kattintva vagy letöltődik, hát vagy például az én esetemben kaptam egy Google Drive-os elérést, ahol elvileg ott van az összes mappa ezekkel a mintákkal, amelyeket itt ingyen ajánlgat nekem. Például a High Life Samples Trance Kicks. Elvileg ez is valahol köztük van, feltételezem. Itt van. És akkor ezt is letölthetem, hogyha éppen erről van szó. Jó. És amúgy ennél a sample swap-nél is ugyanez a helyzet. Szükségem van nekem valamilyen mintákra. Most vannak, mit tudom én, ilyen melodic loops-ok is, ott feltételezem, van valami dallamos kis cucc, amit feljátszottak valamivel, és akkor azt te berakhatod a zenétbe, hogyha szeretnéd. Én azt nem feltétlen szoktam kihasználni, de valakinek az is jól lehetne. Mondjuk nézzünk dobhoz különböző készleteket. Fú, a fene se tudja. Itt van egy ilyen kis mérőcucc. Ez, ahogyan én észrevettem, az az épp aktuálisan kiválasztott hangjaidat méri, hogy maximum egy ilyen 20 megabájtot tudsz kijelölni egyszeri letöltéshez. Hogyha letöltötted, akkor utána megint elejéről indul, tehát ez valószínűleg nem a lóvét jelenti. Hogyha valakit esetleg ez nagyon-nagyon-nagyon zavarna. Mondjuk itten van a Roland, meg tudod hallgatni a mintának a különböző darabjait. Vannak aifok meg vavok. Nagyon jó, hogyha úgy érzed, hogy neked ez nagyon jó, akkor mondjuk esetleg kiválasztod az összeset, vagy csak azokat, amelyiket szeretnéd. És akkor kezdeményezheted is magát a letöltést, akkor utána szépen összeállítja majd neked a csomagot. Kérvényezett tőle, hogy küldjék ki e-mailbe, összeállítja neked a csomagot, és akkor majd jönni fog egy e-mail, ahol egy linkre kattintva le tudod szedni. Most ezt így nem akarom megint végig darálni. De mondom, érdemes a neten keresgélni, mert valószínűleg egy csomóra rá tud bukkani az ember. Most nekem, amik itt vannak, hát itt minden van az ég adta egy világon. Azt sem tudom, melyiket szeresem. Drum and bass, bass. Drum and bass. A rohadt érdelem megy nekem. Drum and bass. Na. Na, ők pont olyanok, akik már készen vannak.
Na, az kevésbé fontos nekem. Valamikor leszettem egy ilyen Super Festival nevezeti dolgot. Nézzünk itt, milyen kitek vannak. Hát ugye én pont nem erre voltam kíváncsi. Na, ez már van. Hát itt is azért több van. Ugye én egy darab hangra gondoltam, egész konkrétan az volt az én célom. Na, sample swap. Na nézzük, ő miként néz ki. Egyébként akár tetszik, akár nem, most őt fogom kipróbálni. Na. Tehát mondjuk akkor, hogyha van nekem egy FPC-m, ugye egy üres FPC-m, ebben benne vannak a csajok hangjai, de az annyira most nem kell, hogy zavarjon. Ebben én bele tudom őket szépen húzigálni. Úgy. Egy tom-tom jöhet, persze, miért ne jöhetne. Ez nekem mind túl erős. Persze nem, mint hogyha nem tudnám halkítani. Na jó, jöjjenek belőlük is, mert akkor úgy a tökéletes. Oké, itt szólalnak meg a csajhangok, akkor ezt most felejtsük el. Ja, én azt hittem, hogy ez lassabb, na mindegy. Hát akkor már legyen így. Hangos nekem, akkor tudok rajta alakítani. Na, tehát ez egy lehetőség a sok közül, hogy én ilyeneket be tudok magamnak gyűjtögetni, ilyenfajta különböző kis mintákat, amikkel aztán játszadozni tudok. Egyébként érdemes lehet itt a PEX között körbenézni, mert itt is rengeteg finomságba botlunk, hogyha nagyon ügyesek vagyunk. Például, hogyha FPC-ben gondolkodunk, valahol, range hang, na például itt konkrétan vannak különböző hangok. Na, tehát ha FPC-be bejövök, és mondjuk kick érdekel, és nem az az összes, mert valahol még van egy csomó. Csak most ezzel mindig bajba vagyok, hogy hol találom. De egyébként vannak komplett izék, kitek is. Kitek? Hova húzom? Mondjuk ide felülre, ha belehúzom. Ja nem, itt az a kis fogaskerekes dolog, ezt kell belehúzni. Hát ez nagyon rossz. Ezek amúgy még azon felül vannak, amiket itt múltkor mutattam, hogy ki lehet választani benne lévő alapmintákat. Ezek még ilyen plusz bővítések ahhoz képest. Nem állítom, hogy bármelyik is meggyőzött volna, de azért...
Na, egy ilyen kis Snoop Dogg-os kis muzsikához ez már simán elfogadható. Majd, hogy nem elégedett vagyok, mondhatni. Na, akkor viszont térjünk vissza megint kicsit oda, hogy hangszerek, szemplerek, és így tovább. Hát az a VST-kkel tulajdonképpen a végletekig tudjuk bővíteni az eszköztárunkat. Egyről mégis érdemes beszélni. Beírjuk azt, hogy Contact Player. Ez egy kimondottan régi cucc már, mármint ez már régóta létezik, és nagy megkönnyebbülés az emberiségnek, hogy létezik, ugyanis ez pont azt teszi lehetővé, ami az előbb problémát jelentett, hogy ugye nem tudok több mintát beletenni mondjuk egyfajta ilyen multisamplerbe. Ugyanis ennek pont ez a lényege, hogy ő egy hangszer, olyan, mint egy ilyen generátor hangszer, de tulajdonképpen ő egy sampler. Egy meglehetősen dinamikusan működő sampler, ami lehetővé teszi azt, Jó, oké, tesó, jó van. Ezt is e-mailbe fogom megkapni. Na, itt is egyébként rengeteg mintát kapok. Kb. Ajcsiba. Most én ezzel a lehetőséggel, ha nem muszáj, nem fogok élni, de azért ne. Na, közben elmondom, hogy miről is szólna maga ez a kis pluginocska. Hát ha nagyon akarunk, akkor összetudunk vele rakni egy saját hangszert, ami úgy néz ki, hogy rendelkezésünkre állnak a minták, különböző kis mit tudom én, vav, vagy valami ilyen jellegű állományok formájában. És az lenne a célunk, hogy legyen egy olyan hangszer, ahol én a kis billentyűket nyomkodva tudok úgymond komponálgatni vele. Tehát az már eleve lehetővé teszi azt, amit itt az FPC-nél mondtam, hogy nem lenne rá lehetőség. Viszont ennél sokkal többet nyújt, mert nem csak a különböző billentyűkhöz tudsz megadni egy adott hangot, hanem akár a különböző hangmagasság beállításokhoz is meg tudsz adni egy mintát, hogy egy kicsit másképp szólaljon meg. Ráadásul rengeteg extra funkció van benne, bele tud vinni az egészbe egy jó alapos dinamikát is, tehát nem csak annyi történik, hogy adott pillanatban megszólal az adott hang, hanem azt még egy csomó dologgal kiegészíti, megfűszerezi, sokkal dinamikusabb lesz, sokkal élethűbb lesz maga az egésznek a hatása. És hát most nem is feltétlen emiatt szeretjük, hogy mi magunk össze tudjuk rakni, hogy én fogom a gitáromat egyesével feljátszom az összes hangot, és akkor majd tök jó a programban tudok gitározni, hanem rengeteg ilyenfajta csomagot készítettek már, amit be tudsz rántani a kis kontaktodba, és akkor elkezdhetsz rajta játszadozni. És nyilván van egy csomó olyan, ami még fizetős is. Jó, mi kell még? Nem lesz egyszerű, de azért indulunk.
Első hiszem, hogy végre eljutottunk idáig, hogy most tudom telepítetni. Kicsit agyamra megy most már az, hogy bármilyen programot az ember telepíteni akar, mindenhez egy speciális asszisztens, felhő alapú, ilyen szinkronizáló eszköz van, és engem ez kikészít, hogy nincs egy teljesen offline cucc, amit letöltök, telepítek és cső, de hát ez van. Na, és meg is vagyunk. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan tudunk ezzel bármit is csinálni. Jó, ő hivatalosan itt van, akkor elméletileg már van hozzáférésünk is. Órák kérdése már csak. Ugye nem akartam előre telepíteni, hogy közös legyen az élmény, és lássák mások is. Jó, hiszek benne először, hogy talán ez így rendben lesz. Legyen így. Na. Jó, itt van maga a program. Egyébként ő egy önállóan működni tudó programocska. De egyben VST-ként is tud funkcionálni. Hát most először is kíváncsi vagyok eme utóbbi képességére, ugyanis az lenne az egyik fő dolgunk, hogy be tudjuk őt rántani. Hát szerintem ez még nem jutott el arra a szintre, hogy ez csak úgy lásd a VST-k között. Régen nem így volt, úgyhogy könnyedén előfordulhat, hogy most sincs így. De először is bemegyünk akkor az Options-be. Jó van, fokkal van, nincsen. Egyébként szerintem rá sem mentem arra az előbb, hogy szkennelés, úgyhogy az még lehet, hogy hasznos lenne. Fú, de nem volt egyszerű. Na. És most már megtalálta a kontaktot is. Fantasztikus. Tehát most már elméletileg őt is tudjuk használni. Fogom, berántom ide. És itt van. Na. Jön a nagy kérdés, akkor mi most mit tudunk ezzel csinálni? Hát az ég a tejvilágon semmit. Ennyit tud. Ugyanis ahhoz, hogy használni tudjam, vagy magamnak létre kellene hoznom egy kontakt hangszert, egy ilyen sample csomaggal, vagy pedig le kell töltenem egyet. Szerintem ő akkor már ilyeneket ad nekem. Legalábbis én akkor már elvárnám tőle. Le akarom szedni. Közben megjött. Hát, egyéb, na.
Nézzük meg mondjuk őt. Őt is. Na. Őt is. Őt is. Jó, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőlük. Addig próbálok még keresni ilyet. Jó, no. Hogy haladánk? Na, elvileg vannak, akik már telepítve vannak, őket lecsekkoljuk, hogy tudunk-e velük bármit kezdeni. Oké, hogyha a programot elindítom, akkor már láthatóvá vált előttem. Az egyik. Ki tudom választani, hogy egész konkrétan milyen hangszert szeretnék ezek közül megszólaltatni. Akkor az szépen betöltődik. Ezeknek általában van egyedi felülete. És a megszólaltatásához pedig tudom kérvényezni azt, hogy jelenjen meg a kis klaviatúra, ami most nem találom, hogy hol van. Keyboard, hát nem volt egyszerű. Hát ez csodálatos. Kiszedek mindenkit. Hát ettől nem sikerült magam hanyad vágni. Ja, nála van külön ott, hogy egy kontaktos. Ő még érdekes lehet. Na, és itt is találtam itt mindenfélét, ami számunkra hasznos lehet. Hát ahogy elnézem, ők is kontakthoz készültek. Legalább megnézzük, hogy mit lehet azokkal csinálni, amit mondjuk így töltünk le. Na, nézzük meg őt. Hogy szólsz? Tegyük föl, hogy ez nekünk nagyon tetszik. Ez megőrülök, hát az öcsém. Jaj, el se hiszem, hogy elkezdte letölteni. Ezt nem tudom, hogy miért van itt, de ki tudja, lehet, hogy szükség lesz rá. Jó, az ő esetében még itt zajlanak a letöltési folyamatok.
Tényleg nem viccelsz. Hoppá. Na, úgy látszik, hogy kibővültünk. Itt egy elnézem, többen is vannak. Nagyon jó. Az a baj, nem emlékszem a nevére, akit leszettem, ő az. Fú, mondjuk arra nem emlékszem, hogy hogyan működik magának a tucnak a telepítése. Hoppá, és tényleg. Fogom a kontaktot. Libraries. Manage libraries. Hát itt most már nem ilyen egyszerű, mint régen volt. Atyám. Hát ez borzasztó. Tehát a szériát, ami ott volt az oldalon, azt itt külön ebben meg kellett adnom, hozzáadtam. Akkor utána engedélyezte, rámentem egy frissítésre, hogy akkor hivatalosan megjelenjen az én termékeim között, és akkor külön meg kellett mondanom, hogy ez hova van letöltve. Így tudom hivatalosan használni azt a letöltött cuccot. Basszus, ez sokkal rosszabb, mint régen volt. Ez iszonyatosan idegesítő. És most megjelent ő is. Először kitörlök innen mindenkit, ja nincs senki, jó van. Biztos megérte. Nem érte meg. Atya úristen, ezzel elcseszni az időt, na. Tehát, én most őt be is zártam. Hát itt most nem megyek vele sokra. Itt vagyok továbbra is az FL Studio-n belül, most kitöröltem őt, aki ott volt, és most akkor behúzok egy kontakt plugin-t, egy zsírúját. Ő akkor már úgy fog betöltődni, hogy benne vannak ezek is. És akkor szerintem ezt a Contact Factory Selection-t nézzük meg. Ebben még látok úgymond fantáziát. Valamelyiket betöltöm. És akkor, mint bármelyik másik hangszert, elkezdem őt így használni. Létrehozok egy új mintát. És akkor elkezdek. Jöhet egy újabb kontakt, akkor most ezekből rakok össze valamit, amíg a gép ki nem akadt tőle teljesen. Jó. Na, ezzel dobolni fogom tudni.
ez nagyon jó lesz. Ez csak egy teszt volt. Sőt, akkor elég lesz nekünk ekkora is, és akkor csak egy ilyen kicsi szeletet készítek el mindegyből. Na, azért érezni lehet, hogy már eléggé szépen leterheli itt a rendszert. Na. A kontakttal lehet jó játszadozni. Az ezzel kapcsolatban a lényeg először is. Megnézem még mik vannak itt, hogy azért úgy érezzük azt, hogy legalább szeretnénk neki esni, mert látunk benne fantáziát. Na, ebben érzek valamit. Mondjuk a tempó nem biztos, hogy a legjobb. Lejelveszem a tempót. Mondjuk egy jó kis százasra. 90. Egyébként itt lehet ugye játszadozni itt is a hangok erősségével. Na jó, ez túlságosan és egyszerű. Úgy, na. Csak most csak gondolkodok, hogy mit szeretnék. Na. Egy kicsit legyen melankólikus. Itten szórakozik velem. Na, ezt figyeld, sláger gyanús.
Ja, jó vagyok, ez a dob. Na, ez ilyen. Egyébként meg ezt nem is teljesen így akartam, hanem így. Nem szeretek róla, valahogy most ez a hang, ez egy kicsit így megfogott engem, pedig tudom, olyan túl sok extra nincsen benne, mindegy, ahogy ott az elején egy kicsit ott gátadozgattam vele, úgy éreztem, hogy ebből még lehet valami, és akár még lehet is valami. Jó, a cél az az lenne, hogy kísérletezzetek vele. Ez lenne most a legfőbb cél, hogy kísérletezzetek vele. De arra nem kell feltétlen építeni, hogy akkor most létrehozunk úgy egy számot, hogy benne lesz öt különböző hangszer és mindegyik kontakt, mert ahhoz mindenképpen gép kell, az egyszer biztos, mert ő azért tudja szopkodni a masinát, de jó tud lenni a végeredmény. Egyébként, hogyha úgy van, hogy az elkészült muzsikálat szeretnéd meghallgatni, ez lenni elkészült muzsika. Akkor mondhatod, hogy File Export, WAV MP3, amelyik szimpatikusabb, ami nagyon fontos. Ha valamelyik részét kijelöld a zenédnek, csak az lesz kiexportálva. Ha nem songon vagy, hanem a mintára vagy átváltva, mármint szép magyarosan megfogalmazva, akkor csak az adott mintát exportálod, tehát zene és az egész zene. Ekkor azt mondod, hogy export. Legyen it's an MP3. Nincsen neki neve, mert ez egyszerűen, ez nem lehet csak úgy nevet rendelni. Ez sokkal több annál, mint egy név. Majd ezt követően. Vagy minden oké? Na, elvileg kész is van, megszólalt a gyümölcs, és már tudod is hallgatni. Elvileg itt több véget, de még a zenének a negyede még hátra van, na mindegy. Jó. Oké, fogunk majd még megnézni ezt-azt. Addig
keresgéljetek mintákat, nézzétek meg, hogyan tudjátok belerakni a projektbe, ha gondoljátok, próbáljátok ki ezt a kontakt cuccot is. Hát nekem ez a beüzemelési folyamat, ez most valahogy nagyon körülményes volt. Régebben egyszerűbb volt a történet, de úgy látszik, hogy nem volt teljes mértékben biznisz. Legalábbis ezt kevésbé érzem át, hogy itt a felhasználó élmény fokozása volt a cél. Na, hajrá, és akkor még leszünk. Sziasztok!